mit csinál a kis kezem? Simogass, kedvesem! Ezek a bölcsödés gyerekek már vidáman tanulják az új versikét. Ők már a múlt héten túlestek egy enyhe légúti fertőzésen. Többségük köhögött és fájt a torka. Ez azonban még nem influenza. A bölcsödében ez egy állandó körforgásként van jelen, mivel a picik egymást ugye jobban befertőzik, még az új gyerekeknek az immunrendszere nem fejlődik annyira ki, viszont az óvodában csak tavasszal és ősszel van nagyobb méretű járvány és fertőzés. A felnőttek már tudatosan készülnek az influenza járványra, ami a szakemberek szerint majd csak januárban, februárban éri el térségünket. Már most gondolni kell azonban a megelőzésre, melynek legfontosabb eleme a védőoltás. 10 éve már felveszem, mert én cukorbeteg vagyok, és azt ajánlják, hogy akkor az immunrendszerünk jobban le van gyöngülve, és akkor én felveszem, és hatásos én nekem, nem szoktam megfázni. Mondjuk téjázok én is, C-vitamin szedek télen, déli gyümölcsöket. A krónikus betegek mellett a védőoltást ajánlják még a 65 évnél idősebbek számára is. A gerontológiai központokban általában a bennlakók 50-60%-a igényli az oltást. Magyar Kanizsán még jobb ez az arány, 70%. A következő 2-3 hétben ez az akció elindul. Itt az orvos, amelyik dolgozik bent az otthonba, elkezdjük ezt az akciót. Az egészségházakban október 5-től lehet felvenni az ingyenes oltást. Minden évben újra kell adni, akkor van neki hatása. A védettséget, mint minden védőoltásnál, egy hónap után lehet mondani, hogy biztos védettséget, tehát azok, akik már előző években is fölvették, azoknál hamarabb kialakul, mivel ez már emlékeztető oltás. A gyógyszertárakban is beszerezhető lesz majd a védőoltás, és a vajdasági egészségházakban be is adják az érdeklődőknek. Minden védőoltáshoz, tehát ha ingyenes, ha a beteg számlájára történik a megvásárlás, szükséges az orvos, kiválasztott orvosának az írásos javaslata, ennélkül semmilyen injekció nem adható be. Az oltóanyag a szabadkai állami gyógyszertárakba még nem érkezett meg, a magánpatikák megrendelésre beszerzik. Az ár 665 dinár körül alakul. A védettség kialakulásához 2-3 hét szükséges. Az influenza kezdeti tünetei: láz, hidegrázás, borzongás, rossz közérzet, fejfájás, izomfájdalom. A fertőzésnek tavaly 28 halálos áldozata volt, többségük krónikus beteg volt és nem vette fel az oltást.